Ó, adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet. Legyen szívükben jóság, irgalom, örökségemet értő szánalom. A 100 éves születésnapját ünneplő Papp Lajosné Anna néni a színpadon állva mondott el egy imát az őt köszöntő családtagjainak, barátainak. A hit mindig is fontos része volt az életének, meggyőződése, hogy ez és a szeretet, amit adott és visszakapott élete során ajándékozta meg ezzel a szép korral. Fia Domonkos volt az, aki összehívta a népes családot, hogy együtt méltón megünnepeljék ezt a nem mindennapi születésnapot. Egy nagyon nagy családja van édesanyámnak, hál' Istennek. Egy nagy családi és egy szintén népes baráti társaságot hívtunk meg ide. Nyilván olyanokat, akik intenzív kapcsolatban vannak édesanyámmal, és hát így sikerült nem 100 emberbe limitálni a létszámot, mert nyilván még nagyon sokan voltak, jelöltek, meg jöttek is volna szívesen. És akkor így terveztük, hogy ez a körülbelül 100 fő, de lehet, hogy pontosan 100, ezt majd meglátjuk. Vendégül látjuk őket, megköszöntjük közösen édesanyámat, tervezünk egy kis műsort neki. Ez az egy dolog, ami meglepetés neki, többiről mindenről tud. Ezt az egyet gondoltuk, hogy ez legyen neki egy ilyen szép emlék, meglepetés. Ugye édesanyám 5 gyermeket szült, abból 3-an élünk már csak sajnos, párok együtt. Unokája 14 született, szintén 13-an vannak meg, tehát sajnos egy elment már. Dédunokája az idén januárban született a 20. És hát nagyjából talán betelt a létszám, hiszen már unokák azért már meg lett felnőtt emberek. És van már 2 unokája és 2 kicsi angyalka. Miután mindenki megérkezett és elfoglalták a helyüket a vendégek, bevonult az ünnepelt is, aki meghatódva látta, hogy szinte az összes családtagja, gyerekek, unokák, déd és ükunokák is összegyűltek a tiszteletére. A köszöntő beszéd után néptánc, székelymese mondás és énekszó töltötték be a Cikói Művelődési Ház falait. Anna néni pedig elmondta, nem is gondolt arra, hogy ilyen szép összejövetelt szerveznek a tiszteletére. Édes jó Istenem, és megértem, látott fiam. Engemet nagyon meghallgat a jó Isten, az Úr Jézus. Meghallgatnak. Már sose gondoltam, hogy én ezt a napot megérem. Nézd meg, megértem. És úgy megértem, hogy el tudtam jönni, és nagyon szép. Nem lehet szóhoz jutni. De tudod, mi érted? Mondjam a szeretet. Anna néninek a hosszú élete során kijutott jóból és rosszból is. Elvesztette egy gyermekét, majd szeretett férjét, túlélt egy világháborút annak meg annyi megpróbáltatásával. Mégis most, hogy visszatekint a múltba, azt mondja, hogy az Istenbe vetett hite és a szeretet az, amik ilyen sokáig megtartották őt szerettei körében. A szeretet, fiam, ha nincs szeretet, nincs élet. Akkor nincs élet. Én mindenkit szeretek, de én amekkoracska vagyok, én annyi szeretetet tudtam adni mindenkinek, hogy az senki egy rosszot nem tud szólni. Rám, aki szól, az még azt is szeretem, aki nem szeret. Még azt is, fiam. És hiába ezt a szép hosszú életet megköszönöm az Úr Jézusnak. Nem tudom hányszor egy nap. Nem tudom, fiam. Én nagyon tudok szeretni a családomat, minden. Idegeneket is, mind. Én megyek, akár állnak, akár menjen, fiatalabbak, akár mi. Köszönök, hogy tanuljanak, ők is köszönni, tudod? Hogy tanulják meg, hogy kell köszönni. És hiába ilyen
erre nem gondoltam, hogy ilyen lesz nekem, édes Jézusom. Olyan, mint egy kis lagzi, vagy nem is tudom, mit mondjak. Aranyos, nagyon aranyosak a gyermekeim, nagyon, nagyon szeretnek, de én még jobban biztos. Nehéz ezek után bármit is írni vagy mondani. Kívánunk Anna néninek még nagyon sok boldog évet szeretetben, egészségben és boldogságban népes családja körében.